Azt még fölveszünk, és közben már indulhat is a szántás. Tomi gazda, ez legyen rá. Tomi gazda. De csinosak vagytok. Gyertek, menjünk a Tomi útján. Tudjátok, mi a helyzet? Még utólag kell. Apám, most nézd meg ezt a tünelmét. Hát azt kéne a televízióban, a Dunában mindegyikbe leadni, hogy a magyar gyerek mit csinál. Nézd meg a magyar könyörű 10 éves gyerek, hány éves a gyerek. Tünemény. Ezt kéne a világnak látni, az egész országnak, hogy nem a apuka szánt, hanem a 10 éves gyerek megtanult szántani, meg kisborjuk be, ott van, amikor születik a kisborjuk. Igen, és sajnos az, hogy látunk olyat, hogy az idős 50 éves férfi megy a traktorra, a fiát még én életemben nem láttam beleülni. Nem neveli rá. Meg ha jól kisfiam, te inkább. Nézd meg ezt a gyereket, hát egy ekkora traktorra fölül is elvelet és szánt vele, hát a könyv van a szememben, gyerekek. Könyv van a szememben, én még ilyet nem is láttam. Reggel délben este ezt kell mutatni a... Szülő gyerekkel. Akkor a gyerekeknek látom. Hogy a könyv volt a szememben, mikor ez a gyerek megy és szánt, hogy ezt kéne látni az egész ország minden lakosának, hogy a magyar föld itt tud megmaradni, hogy a gyerek, apa után a gyerek ezt tanulja. Nagyon jó, mert itt, hogyha sehol nincs kukorica, itt van, mert azért az ide legyen. És ebből nem sem van ez a három. Ez a három, meg még valami. Ez egy nyomorúság. És akkor még a nézd meg a gyerek egyedül, akkor volt az, hogy hát, ha ne találnának, hogy mondták, hogy Ágjános, hát, ha ez nem kell, úgyse senki a médiában. Rákérdeztük helyre a listára, szerintem azt, hogy kérdezzük meg, hogy melyik helyre a számot akarjuk. Mondjuk, hogy ez, meg ez, és akkor ki mondja, hogy Tüneményes szépek. Jó, akkor megmondom, és akkor mondta meg az ötlevet, meg az egy vállalat tejgazdaságot, hogy őt nyerték le. Aztán akkor így mondta neki, hogy teljesen mindenféle, én föl tudom írni az összeset, be tudom mondani a helyrezi számot, a gondolja, de azt akkor így hamar erőt. Nem kellett. Mint csak ők kapták meg. Egy család és egy közel. És így néz ki a föld, mert ez szégyen, hogy így néz ki. De te már arra meg a dzsungel, tehát az ott tényleg nagy helyen az állapot, hogy meg sem lehetne. Itt egy évben vagyunk, hogy szépen így érna. Semmi, hogy a gyerek nyomják el a falut. Jó, fordulj meg!
az állataikkal együtt, mert nem elég az ez, hogy elvették, a takarmányt se tud rajta se kaszálni, se nevelni. Jó, hogy elmondta, hogy a lucernájuk is benn van, a zöld felmérése történt meg, tehát gyakorlatilag abszolút törvénytelen. Egyébként mintavételt is kéne venni, egy éves megbízás esetén itt mintavételt kellett volna venni, hogy milyen állapban van a föld. És csak, hogy bővüljön a eszköztára, a 1000 hektár önkormányzatoknak kiosztott földdel kapcsolatban nyilatkozott a Sebestyén, és azt mondta, hogy termékelőállítás folyik ezeken a földön. Termékelőállításra kapták a földet az önkormányzatok. Én esztergáljuk a répát. Én ebben otthon vagyok. Neki most az a kezdeményezés van a fejünkbe, hogy egy európai szintű változást akarunk, az abban, hogy ugyebár a föld most jelenleg a tőke szabad áramlása cikkei alatt van, és ezért lehet egész Európában szabadon adni be. Hogy ezt vegyük ki az alapszerződésből, és nagyon sok helyen erre más országokban is van igény. De nem vette el ezt a kezdeményezést. A Magyarok Világszövetsége hozott egy határozatot, hogy elindítja ezt a kezdeményezést. Természetesen ő nem tudja, mert neki nincsen jogi lehetősége. Balczó be is terjesztette. A Balczó beterjesztette, azt ebben az ismerettségi körünkön mindenkinek van annyi ismerőse, hogy megkérjük, hogy hossza pillanatokon belül föl lehet több ezresre növelni egy ilyet. Várjál, az nem beszél. Fogjuk meg! Nem kell, itt a kutya kapart egy lyukat. Jó lesz, lányom? Jó? Okay. Állj ki, de mellé! Fordulj el meg, Petrusán! Oda, a másik oldalra menjél! Jó! Az is jó! Tomi gazda, hozd a táblát! Tényleg a... Mi vagyunk az állam! Tomi gazda karban tartja a gépet! Egyes apám tudja, hogy rendbe kell. Elsírom magam. Ha hagyd már abban. Hát édesi, miért nem láttam ilyet? Menj oda, tudjál. Te sok mindent nem láttál akkor. Örülni mindig szabad. Meg én nagyon szívesen elkérném ezt a táblát, és kedden bemutatom a parlamentbe az NFA törvény vitájánál, és utána meg visszajuttatjuk ide. Jó, tessék. Köszönöm szépen. Te kaptad meg, iladott kölcsönbe? Jó van. Ez a... Ez a... Igen, a félszövetségnek a követelései. Jó. Végül is ezt mi tudtuk. Kezdetén is, hogy hát mi is vagyunk az állam, és akkor... Igen. És akkor mit tudom én, van ott egy elérhetőség, kinek adjak egy elérhetőség, hogy vissza lehet küldeni? A Péterre mindjárt meg. Ja, Péterre én tartom a kapcsolatot. Tehát. Rendben, akkor szerintem meg is beszéltem. Ja. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük a segítséget, és remélem, hogy tudunk segíteni akkor. Ó, nagyon jó volna. Megjobb ott, nagyon ügyes voltál. És hogyha úgy van, meg kell kérdezni, hogy most
most az én szemszögemből most ezt, ha egy okos ember meg tudja mondani nekem, hogy én most mit csináljak. Bent a pályázatom, kellene a marháknak a legelő, és akkor adjam el, mert már hallottunk olyat is, hogy most már mi végképp nem kapunk. Már csak azért sem, mert hogy csinálom. Kiálltak az saját jogait. Igen, és akkor most... Ne dőzsd el, Peti! Ha eladom, és ne talántán csoda történik, és mégiscsak mi vagyunk a magyar állam, és kapunk. Akkor meg hol van a jószág, amit... Akkor most megvehetem háromszor annyira, mert most mindenki úgy akarja, tudja, hogy benn vagyok a kutyaszorítóban, és akkor... Olcsóban lett. Hát én küzdenék utolsó véleményt. Ez az én habitusom. Mi is nekünk is ez a... Igen, csak most... Mi is fogunk küzdeni, úgyhogy... Csak itt azért veszélyes, mert ha kihozzuk ide az állatokat, és akkor úgy gondolják, hogy na itt elvakossuk a drótot, és kimegy az útra. Vagy megpermetezi a füvet, vagy akár, tehát ez durva, nagyon durva. Ide, ne hajd rá! Nem lehet így játszani vele, tehát ez feliratot igényel államban. Tervek meg voltak végül is, hogy oda lerakjuk az áramot, teszünk egy kis helységet. Lekerítettünk, kitisztítottuk volna a területet. Meg hát olyan tervünk is volt, hogyha legalább azt a 8 hektárt, hogyha meghagyják, azt szépen bekerítjük, és akkor ott ellegelnek. És ami kell a földnek is, mert hogyha az rajta van, az a marhállomány rajta van 3 éven keresztül, és akkor utána az föl van szántva, és át van vívve egy másik területre, ahol újból ugyanezt meg tudjuk játszani, akkor nem kell hülye műtrágyája, nem kell vegyszer, mert akkor a növény is olyan lesz, hogy ellenállóbb lesz. Szandi, oda nézzük! Szandi! Én mondjuk viccnek tartom ezt a